2019 tavaszán kezdődtek meg a felújítások a Szabadka-Zenta vasútvonalon. Azóta a munkálatok lassan a befejező szakaszához érnek, hiszen már Bogaras és Felsőhegy között tart a talpfák és a sinek cseréje. A munkálatok befejezése után a két település közt akár 80 km/h sebességgel is közlekedhetnek majd a szerelvények. A felújítási munkálatok megkezdése óta pótlóbuszok járnak a zentai és a szabadkai vasútállomás között. Az általunk megkérdezett zentaiak már évtizedek óta várták ezt a felújítást, hiszen a hosszú utazási idő eddig visszatartó erő volt. Egyrészt gyorsabban tudunk Zentáról, Szabadkára, onnan Zentára jutni. Az előrejelzés szerint ugye nem kell másfél óra döcögés egy irányba, hanem csak talán 40 perc. Hogyha gyorsabb lenne, akkor többet használnál esetleg? Hát többet nem, illetve de. Mert azelőtt visszafogott többször, ugye, hogy hát annyi időt várakozni, meg utazgatni, stb. Igen, valamikor régebben, amikor még gyorsabban közlekedett, 30-40 évvel ezelőtt a régi fajta sinóbusz, akkor sem kellett egy óra hosszas, hogy odaérjen, 50-55 perc. Elég gyakran utazgattam annó, abban az időben. És hát most igen, ha most beindul majd állítólag április hónap folyamán, és jön a tavasz, meg a nyár, akkor valószínűleg kirándulunk többször Szabadkára, Palicsra, stb. Nem mellékes dolog, hogy remélhetőleg fele annyiba fog kerülni a viteldíj, mint az autóbuszjárat, amennyit elkér. Mert valójában az túl drága. Annak idején sokat jártunk Szabadkára, és egy nagy segítség lesz, ha elkészül és el tudunk indulni. Tudomásom szerint 40 perc alatt a Szabadkára fogunk érni, és ez egy nagyon nagy lehetőség, hogy összekötni Zentát Szabadkával, mert üzletileg bárki utazik 40 perc Szabadkáig, azt tudjuk, hogy autóval is legalább egy óra hossza, és nagyon jó, várjuk, hogy elinduljon, és veszik a jegyet oda-vissza, mert tudjuk, hogy az ára is megfelel, illetve nem tudom a járatokat, hogy milyen sűrűn lesz, tehát jó lenne, hogyha lenne napi 2-3 alkalommal reggel délután, és akkor ezt nagyon ki tudjuk használni. A sínek és a talpfák mellett a zúzott köveket is lecserélik a vasútvonal mentén. A munkálatok várhatóan tavasszal befejeződnek, így áprilisban már felgyorsulhat a két település közötti vasúti közlekedés. Tudjuk, hogy a régi vasúti járgány, vasúti sinek, hogy azokon az új vasúti mozdony, hogy csak 30-40 kilométeres sebességgel bírt menni. Most az új sineken ezzel elérheti a 80 kilométeres sebességet is. Tehát azt jelenti, hogy Zentáról Szabadkára kb. 35-40 perc alatt oda lehet jutni. A kiépülő Szabadka-Zenta szakasz nem csak a személyutas forgalom miatt fontos, ezt Kern Imre építésügyi, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési államtitkár nyilatkozta nemrég Szubjektív című műsorunkban. A felújított vasútvonal a teherforgalomban kiemelt szerepet kap majd. Azért is fontos ez, hogy kész legyen ez a szakasz, hiszen a teherforgalom a Szabadka Újvidék vonalról áttevődik majd erre a vonalra, és a teljesen felújított Bánáti szakaszra is. A felújítási munkálatok végeztével a tervek között szerepel egy új járat bevezetése is Zenta és Szabadka között. A közügyek vendége pedig Ceglédi Rudolf Zenta polgármester. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm Önt és a Palantáliza nézőit! Mennyire reális ez a munkálatok áprilisi befejezése? Ugye tudjuk, hogy a munkálatokat múlt év március végén kezdték meg a kivitelezők, és úgy lehet mondani, hogy most már kevesebb, mint 7 kilométer van. Tehát, hogy így mondjam, eddig a tervezett dinamikával folytak a munkálatok, és hát bízunk benne, hogy az a hátralevő bő két hónapban is ez a tempó megmarad, nem jön közben semmi előlem látott viszmajor dolog, és hát, hogy április elejére befejeződnek a munkálatok ezen a szakaszon. Tehát akkor bízunk benne. Igen, és tehát pontosan az eddigi eredmények ezt mutassák, amit munkát eddig elvégeztek. Pontosan milyen munkálatokról van szó, mit végeznek?
Hát kompletten cserélik a sineket, talfákat, zúzott követ, tehát egy teljesen új pályát kapunk, ami lehetővé teszi, hogy az eddigi 10-20, esetleg maximális 40 km per óra sebesség helyett az egész távon 80 km per óra sebességgel lehet közlekedni, ami óriási haladást fog jelenteni számunkra, akik ezt használjuk. És milyen vonatok fognak itt közlekedni, gondolom, ha gyorsabb közlekedési sebesség, az akkor lehetővé teszi modernebb szerelvényeket. Hát tulajdonképpen, ha visszamegyünk egy kicsit a történelembe, ugye 10 évvel ezelőtt még az volt, hogy ez a járat Zenta és Szabadka közt teljesen megszűnik, utána, hogy a pálya is megszűnik, és hát 13 végén szembesültünk azzal, hiszen a szerbiai vasutak mindig novemberben adja meg a következő évi menetrendet, hogy az utasforgalmi járatok menetrendjéből Zenta a Szabadka közti járatot törölték teljesen, és hát itt történt meg, hogy interveniáltunk, követeltük, hogy itt maradjon meg az utasforgalom, és így ez a nyomtáv is, tehát így mondjam a vasúti sín is, és ez eredménnyel járt, hiszen bekerült, visszakerült a menetrendbe, tehát 14-ben folytatódott, és eljutottunk oda, hogy 16 márciusában pedig egy új dízelmotoros vonatot igen, kapott ez a járat, tehát ez az orosz gyártmányú teljesen újat. Viszont az a probléma továbbra is megmaradt, hogy ez hiába volt és lehetővé tette volna gyorsabb forgalmat, viszont nem tudott közlekedni a pálya véget, tehát a sinek elavultsága véget, hiszen körülbelül 100 éves sinekről volt szó, vagy több mint 100 éves, és hát ezeknek a felújításával eljutunk oda, hogy a megfelelő körülmények között lehet utazni. Ez az egyik fontos az utasforgalom szempontjából, viszont a teherbírása is növekszik ennek a vasúti szakasznak. Az eddigi tengernyomás 16 tonnáról át fog menni 22 tonnára, ami viszont a gazdaságnak, ahol érinti ez a váltás Szabadkától Zentáig, szintén egy nagy jelentőségű, sőt azt lehet mondani, hogy nem csak Zenta és Szabadka, hanem Nagy Kikinda, hogy esetleg, ha kiépül Nagy Kikinda és Temesvár közt, akkor az egész Temesvár. Tehát az egész régió. Tehát egy ilyen közlekedési folyosóra kerülhet vasúti? Így van, úgy érezzük, egy fontos vasúti folyosóra kerül, mint azelőtt volt az elmúlt 100 évben, hiszen tudjuk, amikor 130 évvel előtt megépült, akkor a fő célja az utasforgalom mellett a gazdaság élénkítő szerepe, ez a vonal, ugye úgy épült Szabadka, Zenta, Óbecse, és akkor indult meg tulajdonképpen Tiszavidék gazdasága erőteljesebb fejlődése. Most még kérdés ezen felül, hogy az állomásokkal, vagyis az állomással mi lesz? Azt is felújítják ennek a projektnek a keretében, vagy ez egy külön projekt kellene legyen? Tudomásom szerint részben felújítások elvégznek, tehát hogy a legszükségesebb munkát, ugye tudjuk valamikor ezek a vasútállomások nem csak arra szolgáltak, hogy váróterem és jegyárusítás, kiadás, voltak vendéglők, volt, ahol még borbély műhely is volt, tehát hogy így mondjam, most az egész fölé, vagy csak részben az, ami jelenleg az utasforgalmat szolgálja, nem tudom, de felújítások itt is meg fognak történni. Korábban arról is szó volt, hogy Zenta központjában, tulajdonképpen a hídnál is lesz egy állomás, ez is megépül áprilisig? Ez nem fog áprilisig, viszont egyeztetünk, tehát két, az állomás most is megvan a hídnál, viszont erre a vonatra nem elég hosszú. Tehát, hogy így mondjam, a régi sinóbusznak elég hosszú volt, viszont ennek nem, tehát itt bővíteni kell. Hát ez kell. Egy peron egyenlőre. Így van, ezt a peron bővíteni kell, itt megvan az ígéret, hogy meg fog történni, tehát ott megállóhely megmaradt, és fog is működni. A másik fontos számunkra, hogy tulajdonképpen a gazdaság szempontjából, hogy az ipari zónában is a kikötőhöz levő vasúti rész is rendben legyen hozva, és akkor így mondjam, a gazdaságunk is teljes kapacitásra tudja használni ezt a pályát, ezt a vonalat. Nehéz ezt megállapítani jelen pillanatban, főként, hogy az évek során elfogytak a
vasútnak az utasai, de mégis hány ember használná egy ilyen járaton, hányan utaznának, és hogyan tudnák népszerűsíteni újra? Hát tulajdonképpen már akkor, mikor 16-ban megérkeztek az új kompozíciók, egy nagy népszerűsítés volt, viszont biztonságosan lehetett utazni, hiszen tudjuk, hogy a legolcsóbb utazás a vasúti vasúton való utazás. Már akkor, amit kaptunk mi adatok a szerbiai vasutak közvállalattól, tulajdonképpen ezen a szakaszon növekedett legnagyobb mértékben az utasforgalom. Ezt százalékban nem tudom pontosan megmondani, de is mondták, hogy ez szükségessé teszi a pályának a felújítását is. Tehát, hogy így mondjam, nagy mértékben növekedett, nos, ha ez még gyorsabb is lesz, tehát 40-45 perc alatt Szabadkától Zentáig meg lehet tenni a távot, akkor azt hiszem még fog növekedni az utasforgalom, és hát nem mellékes számunkra, hogy a gazdasági élet is bírja használni ezt a pályát. És így mit ígértek a szerbiai vasutak, hány járat lesz naponta Szabadkára? Tulajdonképpen a mi kérésünk az volt, mielőtt a felújítás indult, hogy este is legyen egy járat, tehát Szabadka-Zenta közt, hiszen reggel és délben, hogy így mondjam, van és lefedik az igényeket, viszont az esteli járat az hiányzik. Körülbelül két hete, amikor el volt előtte egyeztetés, írásban is megkaptam, hogy ők ezt a témát komolyan vették, és amikor megindul az új forgalom, tehát gyorsabb lesz, hogy így mondjam, a sebessége, és gyorsabban meg tudja tenni a távot ez a vonat, akkor valószínűsített, hogy az este járatot is be tudják tenni. Ez még egyeztetés alatt van, de én bízok benne, hogy sikerülni fog, és akkor, hogy így mondjam, a diákok, vagy akik munkások is nagyobb mértékben tudják igénybe venni. Hát ez az olcsó közlekedés eszköz. Hát akkor várjuk az áprilist és az új pályát Ceglédi Rudolfnak. Köszönjük szépen, hogy befáradt. Köszönöm a lehetőséget.